majd kiderül a bajnoki mérkőzéseink után. Olyan, hogy optimális alapozás az szerintem nem létezik, vagyis én még nem tapasztaltam soha. Sok problémával küzdöttünk, kisebb, nagyobb sérülések hátráltatták a felkészülésünket, illetve betegségek, de azt gondolom, hogy ez minden csapatra igaz lehet az NB1-ben, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk. Aki végig csinált az alapozást, az azt gondolom, hogy jó formában. A többiek még gyűjtik az erőt, akik később csatlakoztak, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mire lesz elég Kisvárdán. Hasonló szisztémából érkeztek, mint amit mi is képviselünk, illetve jó játékosokkal gyarapodtunk, akik azt gondolom, hogy nagy segítségére lesznek a csapatnak. Mindenképpen azt látom, hogy a tavalyhoz képest védekezésben sikerült előrelépnünk talán, úgyhogy remélem, hogy ez majd realizálódik is a bajnokság során. Ezekből a mérkőzés eredményekből azt gondolom, hogy nem szabad kiindulni. Voltak jó momentumaink is, de voltak olyanok is, amiket nem szeretnénk látni a bajnokság során, úgyhogy szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni majd. Úgy, ahogy tavaly is, minden mérkőzésre, tehát videózással, illetve edzésekkel, mint minden mérkőzésre, tehát ez a 26 mérkőzésünkből az első, idegenben ráadásul egy megerősödött Kisvárda ellen, úgyhogy szeretnénk meglepetést okozni.